És akkor engedjék meg, hogy szóljak gyógyinfókról, és a 30 évesekről van szó, akkor én 33 voltam, amikor igazgatója lettem ennek a szekszárdi központnak. De hát ugye a kórház az a Tolna megyei tanácsé volt akkor, és Balassa Jánosról volt elnevezve, ez azért fontos, hogy utána többször változott a neve. A II. Világháború előtt épült, a főorvosi kara egy hagyományos megyei kórháznak a főorvosi kara, itt háttal ül egy ember, az asztal főn, ő Szent Gáli Gyula. És gyakorlatilag a számítástechnikai kormányprogram, ami 73-ban született meg, és felállította a Számítástechnikai Alkalmazási Bizottságot, ami kidolgozta az első egészségügyi számítástechnikai koncepciót. Az életre hívta ezt az 5 bázisintézetet, az eddig hallott 3-on túl, a korányi TBC és pulmonológiai intézetet, az országos intézeti feladatokra, és minket pedig a kórházi információrendszer megalkotására, ezt ma így mondjuk. Tehát akkor kórházi alkalmazásról volt szó, de hát az egész megyével kellett foglalkozni. És hát lényegében véve az a szervezet, ami ott létrejött, a Szekszárdi Kórház Számítóközpontja, az a Dokumentációs és Információs Központ nevet viselte, és egyértelműen egy ember miatt került ez ide, ezt úgy hívják, hogy dr. Szent Gáli Gyula, aki kórházigazgató volt, korát meghazudtoló menedzseri kvalitásokkal rendelkezett, szinte úgy élt, mint hal a vízbe, amikor fogalmazott olyan menedzsment technikákról és biztosításokról, amik akkor még elképzelhetetlenek voltak abban az időben, és meg kell mondanom, hogy én rengeteget tanultam tőle döntés folyamatokról, döntési módszerekről, egyrészt lényegmegragadási technikákról, ezt mindenki köszönhetem. Ő nagyon korán fordult a számítástechnika felé, de akkor még csak ugye a lyukkártyás adatfeldolgozás volt. A 60-as években egy Hollerith gépparkot beszerzett, ha jól emlékszem, vagy a postától, vagy a MÁV-tól, én még nem tudom, mert 72-be kerültem Szekszárdra, mint friss orvos. És hát gyakorlatilag ő volt az, aki ezt a akkor még nem használt kifejezést, azt a minimum data basic settet megfogalmazta, és kialakított egy olyan adatlapot, kórházi adatlapot, ahol az alapvető adatokat egy-egy kórházi epizódról fel lehetett rögzíteni, lehetett és később feldolgozni, és elkezdett kórházgazdasági adatokat is lyukkártyára vinni. Ez a kórházi adatlap, ez még akkor BNO 8-on alapult, és 5 évvel az országos alkalmazás előtt kötelező volt az a kórházban minden egyes orvosnak kitölteni. Beléptek ugyanennek a verziónak a műtéti kódjai, és hát az adatgyűjtésnek a céljait is meghatározta, és hát tisztázta a kapcsolatokat. Ezt ő összefoglalta egy kéziratba, amit 68-ban publikált, majd később megjelent egy könyve és a számítástechnika kórházi alkalmazásáról. És ez volt az az adatlap, amit minden kórházi orvosnak ki kellett tölteni, így nekem is. Nagyon-nagyon szitkozottunk, ezt megmondom őszintén, mert nem tanultunk se BNO-t, semmit, és mindig a hónap végén behozta a nővér, és oda tette az asztalra azt a 60 korlapot, ami az elbocsátott betegünk száma volt, és az 5 nap alatt produkálni kellett Szent Gáli Gyulának leadva, mert ha nem, akkor mindenki megnézhette magát, hogy milyen dádá következett. És hát ez egy lyukkártya, ami akkor ugye a feldolgozás alapja volt. 75-ben megérkezett az R10 számítógép, ugye ez a francia Mitrának a változata volt, nem akarom részletezni, tehát itt ülnek, mindenki ismeri ennek a történetét. 10 millió forintért érkezett Szekszárdra, a 64 kilobájt központi egységgel és 2x5 megabájt lemez kapacitással, ami hát egészen elképesztő volt, 4 nagy mágnesszalagos egység volt hozzá, ami belépett, egy adatrögzítő géppark települt melléje, és ezen jött létre egy egységes kórházi betegnyilvántartó rendszer, és hát, hogy Szegedről szó volt, ugye Szegeden volt a GIN, erről nem került soha, a gastrointestinális klinikai alkalmazás, Benedek Szabolcséknak a munkája, és ez inspirált minket, hogy akkor hozzunk létre egy hasonlót Szekszárdon, ez volt a STEFI, a standardizált egészségügyi fogalmakon alapuló információrendszernek a rövidítése, arról majd később egy ábrát mutatok, de belépett a laboratóriumi rendszer, szakértői rendszerek, erről itt beszéltünk a Sántáni Tóth Edit konferencia kapcsán, ezt nem ismétlem el, és hát felállítottunk egy integrált klinikai modellt, morbiditás, epidemiológia, kórházgazdasági rendszerek, és egyre inkább kaptuk az országos feladatokat, hogy ezt vigyük ki az országba. A STEFIhez visszatérve csak egy mondat erejéig,
olyan adatbeviteli technikát alkalmaztunk, hogy lényegében véve, aki ismerte a képernyőket, az 15 másodperc alatt egy akár fél oldalas leletet le tudott írni, mert csak elég volt a kezdő szavakat beütni egy-egy képernyőről, nem kellett lehívni a képernyőket egymás után, és hihetetlen módon meggyorsította az adatbevitelt, ezt a gastroenterológiai ambulancián használtuk napi rutinba. És hát ehhez jött természetesen az egész modell, egyszerre online működött az R10-en. Lényegében véve a betegfelvétel, a STEFI és a laborrendszer Szekszárdon. Hozzáteszem mindjárt, hogy a laborrendszer az 1979. július 23-án lépett be óriási bukással Szekszárdon. Kiderült, hogy addig minden délután volt laboreredmény, aznap este 9-kor, ami ugye fejreállította az orvosi ellátást, mert egyszerűen a legszűkebb keresztmetszet az adatbevitel volt, és azt nem győzte a két égállomás. Úgyhogy mentünk az OMFBS segítséget kérni, és így lett egy vonalkód beolvasó rendszer, ami aztán stabilizálódott. A történet annyi, hogy Szent Gáli engem 79. január 1-en nevezett ki a DIK élére, és azt mondta, hogy meg fogok halni, túl volt a második aszmakardiális rohamán, és szeretném, ha minden ugyanígy menne, mint ahogy eddig történt. Meg kell mondanom, hogy nagyon-nagyon kemény feladat volt. Azt sem tudtam, hogy merre van az ajtó. Tehát amikor aláírtam 6000 forintot, akkor remegett a kezem, hogy megyek az adósok börtönébe. Később, amikor mint minisztériumi közigállamtitkár milliárdokat utaltam, akkor mindig eszembe jutott az 6000 forint, hogy mennyire ideges voltam attól abban a pillanatban. Nagyon jó iskola volt, azt kell mondanom. És egy nagyon jó iskola volt abból a szempontból, hogy amikor meghalt Szent Gáli, feljöttem Pestre, és az ESZTIK, itt már megemlített egyik vezetője, hadd ne mondjam a nevét, azt mondta nekem, hogy nem tudom, hogy hogy fogod azt elhinni, hogy nekem ahhoz semmi közöm nincs, ami most veletek történni fog. Kérdeztem, hogy mi fog történni, és akkor így fogta az ujját, és így oda nyomta az asztalhoz, hogy elnyomják, mint a bogarat. És akkor hazamentem, és azt mondtam a kollégáknak, hogy minden, amit kifejlesztünk, napi üzembe kell, hogy legyen. És ez egy hihetetlen fontos stratégiai döntés volt, mert az offline rendszereken túl, amik beléptek, és ezek is napi üzemben voltak, majd mindjárt mutatok egyet, innen az alkalmassági rendszert, de látják a kórházgazdaságtól mammográfia, keresőképtett táppénzes rendszer, az egész megyére működött offline, donor nyilvántartó, fogászat, műtéti betétlap. Azért mutatom a gépjármű alkalmasságit, mert felvettük a megyében lévő összes jogosítvány tulajdonos személyi számát. A táppénz és a kórházból személyi számmal bocsátották el a betegeket, és egy úgynevezett, akkor nem mondtuk, hogy tudásmenedzsment program, pedig az volt, összehasonlította a diagnózist, a BNO-t az alkalmassággal. És ha úgy látta, hogy valakit ez bizony problémás lehet, akkor küldött egy behívót az alkalmassági vizsgálatra újra, nem vette el a jogosítványt, orvosnak kellett dönteni, csak előkészítette. 86-ban rendeztünk egy konferenciát, Kórház Szövetség, informatika, bemutattam ezt a rendszert, jelen volt Sólyom László, nekiugrott a torkomnak, és azt mondta, hogy képzeljük azt, hogy személyi számmal ilyet csinálunk, hatalmas visszakeveredett, és természetesen én fölfüggesztettem a rendszert, mert hát személyi szám, akkor nekem evidens volt, hogy másra nem lehetett azonosítani, csak így. De ez is hozzátartozik a történethez abban a pillanatban. És 86-ban eldöntötte a minisztérium, hogy akkor felszámolja Szekszárdot. Dévai Zsuzsa lejött, hogy közölje ezt a döntést, míg várt az igazgatóhoz bebocsátásra, beszélgetett velem, és rájött arra, hogy hoppá, ő most kapott egy feladatot, hogy csinálja meg a magyar egészségügy költségstruktúra vizsgálatát. Fogalma nem volt, hogy hogy kezdjen hozzá, ezt később elmesélte nekem. És látta, hogy itt az egész megyére nézve klinikai bázisadatok vannak, kórháztól kezdve a táppénzen keresztül műtéti lapig bármi, és a teljes gazdasági adatok. És ott eldöntötte, hogy nem számol fel minket, nem létrehoz egy új független intézetet, a Gyógyinfókot, aki ezt a feladatot meg fogja kapni. És ez az intézet megkapta, és 87. júniusában azt mondták nekem, hogy csináljak egy reformkoncepciót. Mondom, mégis mi legyen benne? Nem tudom, mondta nekem Just Lajos miniszterhelyettes, csak csináljon van. Mondom, lehet biztosítás? Persze, az, amit gondol, az legyen. És akkor erre összejöttünk Teggericen, és itt kezdődött el lényegében véve az egészségügyi reformmal kapcsolatban
kapcsolatos munka, és egy reform műhelyé vált lényegében véve az intézet. És hát itt jött el ki az, hogy elhatároztuk, hogy az amerikai DRG alapján próbáljuk a kórházi teljesítményeket mérni, ez lesz majd a következő finanszírozás alapja, és hát megteremtődött később ezeknek az új finanszírozási rendszereknek az alapjai, hisz az alapellátásban a fejkvóta, a járóbeteg szakellátásban a német pontrendszer, és hát amikor a rendszerváltoztatás megtörtént, akkor állítólag Antal hallott valahol a Motesbe, tartottam egy előadást, és elhatározta, hogy akkor fölhívtak telefonon, hogy jöjjek be, és akkor valósítsam meg ezt a reformprogramot. Így lettem a Népjóléti Minisztérium közigazgatási államtitkára, és hát így indult el az egész folyamat. Ott is próbáltunk informatikát vinni, alföldi kollega jött, ha jól tudom, a DEC-től, a Digitáltól, és bevittünk egy információrendszert, közös emlékünk ebből a szempontból, de hát az egészségügyhöz, nem csak az egészségügy irányításához volt valamilyen köze. És sorba léptek be ezek az új finanszírozási rendszerek, 1992-ben a házi orvosi és a házi orvosi, 93-ban a kórház, az aktív kórház a HBC-vel, ez lett a DRG magyar neve, és lett gyakorlatilag a krónikus ellátásban az ápolási nap, és a német pontrendszer a járóbeteg szakellátásban. 95-ben itt járt Fetter, a DRG atya, és azt mondja nekem, hogy a magyar DRG jobb, mint az övé volt. Mondom, hogy gondolja ezt, professzor úr? Azért, mert maguk azt mondja, a költségadatot használtak, mi nem kaptuk meg Amerikában, amikor megcsináltuk Reagan-nek 84-be, csak a bázisadatok, a klinikai bázisadatok alapján képeztük a súlyszámokat, itt pedig azt mondja, a súlyszámok alapjául a költségvetési adatok voltak. 1 millió esetet dolgoztunk fel, 28 intézetbe, elemi folyamatokat, Nagy Júlia hihetetlen munkát végzett ennek a megszervezésébe, itt ül a teremben, minden elismerés és köszönet megérdemel ezért a dologért, ez így is van, megérdemlő. Igen. Hát nézzék, aztán ez az intézet kidolgozta a különböző informatikai koncepciókat is a rendszerváltoztatás után. Nem akarok ebben sokat elintézni. Benne voltunk a BNO 10-nek a hazai adaptálásába. Bordás István vette át az intézet vezetését, aki sajnos már nincs köztünk, 1990-ben, amikor én közigazgatási államtitkár lettem. És hát lényegében véve a gyógyinfók nagyon sokat tett a rendszerváltoztatás után a magyar egészségügyi reformjába. Nagyon érdekes volt számomra, hogy 95-ben a Világbank kihívott Washingtonba, hogy tartsak egy előadást a Világbank egészségügyi szakértői számára, minden évben van egy hetes továbbképzési programjuk, és azt mondták, ne azt mondjam el, hogy mit csináltunk Magyarországon, azt mondjam el, hogy Chilétől Lengyelországig egészségügyi reformról beszélnek, és hogy lehet, hogy csak ebbe az országba volt lényegében véve változás. És egy komoly feladat volt számomra ezt végig gondolni, és arra jutottam, és ez nagyon érdekes ott megvitatni ott a nemzetközi szakemberekkel, hogy ez a reformkoncepció az informatikából indult ki, mondjuk úgy számítástechnikával, az egészség számítástechnika történetéből, és ez egy óriási eredménye szerintem a magyar egészségi számítástechnika történetének, hogy ezt produkálni tudta. Sajnos a gyógyinfók megszűnt később, ennek az okairól én most nem szeretnék beszélni, én már akkor nem voltam közigazgatási államtitkár, a feladatokat szétosztották, volt, ami az OEP-hez, volt, ami a Medinfohoz, volt, ami az ANTS-hez került, és hát lényegében véve itt két vezetőt szeretnék megemlíteni, 90-től Bordás Istvánt és Nagy Júliát, akit már említettem, nagyon komoly szerepük volt. Bordás István hihetetlen szakértelemmel és Julika is ezen a területen működtek közre. És azzal szeretném zárni ezt az előadást, hogy nézzék, Konfucse azt mondta, hogy a gondolkodás a legemnemesebb. Ezt nagyon sokat használtuk, mert nem fértünk hozzá előzetes információkhoz. Az utánzás lenne a legkönnyebb, nem volt mit utánozni. A tapasztalat, amiket gyűjtöttünk, ez volt a legkeservesebb, ez Konfucse mondott, de nagyon sokat gazdagodtunk belőle. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. És hölgyeim és uraim, most akkor rendezünk egy 15 perces szünetet, és akkor 15 perc múlva várom önöket itt a teremben. Köszönöm szépen.